A nyitóképben rögtön mindannyian részt fogtok venni. Horváth Illés rendező vezényli az olvasó próbát a Móricz Zsigmond Színház Krúdi Kamara színpadán. A Vesztesek musicaljének is nevezett magyar zenés színmű története egy gyári munkás fiatal férfi szemfényvesztési kísérleteiről szól, aki diplomatának adja ki magát annak érdekében, hogy a hölgyek csodálatát kivívja magának. A darab könnyedséget sugalló címe azonban jócskán tartogat meglepetéseket a nézők számára. Azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerhetik, főleg talán az idősebb korosztályból az eredeti regényt. Ugye ez Fejes Endrének egy regénye eredetileg, a Jó estét nyár, jó estét szerelem, ami egy krimi. Tehát, sőt, egy olyan krimi, ami megtörtént eseményeken alapul, ezek a megtörtént események méghozzá elég vérfagyasztóak. Szóval korán sem egy habkönnyű limonádéról van szó. A dolognak könnyedséget azért mindenképpen fog kölcsönözni az, hogy a színpadi adaptációja, ennek a regénynek a zenés. Méghozzá nem is akárki az anyagnak a zeneszerzője, Presser Gábor, akit hát ebben az országban mindenki is jól ismer, és a zenéjét is jól ismer, és egy ikonikus alkotóművésze Magyarországnak. Szóval Presser Gábornak a melódiái, az ő dalai, azok mindenféleképpen egy nagyon nagy élvezeti faktorát jelentik majd az előadásnak. Horváth Illés hangsúlyozta, a darab nagyon izgalmas játékokra ad lehetőséget az összes epizód szereplőt is beleértve. Mivel a regényből számos figura átkerült a színpadi változatba is, a színészeknek több különböző karakterbőrébe kell bújniuk az előadás alatt. A rendező úgy véli, hatalmas megmérettetés és egyszer s mint kaland lesz a főszerep Tar Dániel számára, akit már a nyíregyházi közönség több sikeres darabban is láthatott. A rendező azt is elmondta, hogy a Presser Gábor által szerzett musical zenéjét újra fogják hangszerelni. Egy olyan alkotótársam, akivel már itt a Nyíregyházi Színháznál is több ízben együtt dolgoztam, Zságer Varga Ákos, ő fogja hangszerelni ezeket az eredeti műveket, úgyhogy abban is bízom, hogy egy meglehetősen izgalmas és új zenei anyag születik ezáltal a frissítés, újrahangszerelés által, természetesen a szerzővel egyeztetve és az ő engedélyével fogjuk mindezt tenni majd, de mivel a színdarab megy majd középiskolás bérletben is, ezért különösen fontosnak tartottam, hogy olyan hangzásvilággal legyen, olyan modern zenei világa legyen, ami a fiatalok számára is megkapó és izgalmas univerzum lesz. A női főszereplő Juhász Katalin szerepét Kovács Vecei Fanni alakítja. A darab előbemutatóját május 26-án tartják a Krúdi Kamara színpadon, ezt követően június 17-én a Jó estét nyár, jó estét szerelem című zenés színmű a Rózsakert szabadtéri színpadon is várja majd a közönséget.